ezúton szeretném tájékoztatni azokat az Európai Uniós állampolgárokat, többek között honfitársainkat is, hogy adott időpontban, mint egy 2 hét múlva megtartandó Európai Uniós választásokon, parlamenti választásokon, május 26-án Ukrajna területén 3 helyszínen tudják leadni a szavazatokat. Ez a kijevi magyar nagykövetség, az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus. Ennek ugye előfeltétele az, hogy május 17-én 16 óráig éljen azzal a jogával, hogy átjelentkezik a külképviseleti szavazókörbe, és ott, ahol kiválasztotta azt a külképviseletet, a magyar időnek megfelelően, ami ugye 6 órától 19 óráig tart, helyi idő szerint 05 órától 18 óráig tart, élhet a szavazati jogával. Ezúton is szeretném jelezni, hogy éljenek a szavazati jogaikkal, éljen az a lehetőséggel, hogy Európa jövője szempontjából, Magyarország jövője szempontjából is meghatározó a május 26-ai Európa parlamenti választás, és én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a szavazati jogát abba az irányba adja le, amely szerint szabadon dönthet, és határozza meg Európa, illetve Magyarország jövőjét. Nagyon fontos, szeretném kiemelni, hogy május 13 és 25-e között mind a 2 külképviselet, mind az ungvári főkonzulátus, mind a beregszászi konzulátus reggel 6 órától 22 óráig áll a honfitársaink, illetve az Európai Uniós állampolgárok rendelkezésre, akik adott esetben itt, Ukrajnába tartózkodnak. Én bízom benne, hogy a mostani választás kapcsán, aki akár most tölti be a 18. életévét és él először a szavazati jogával, éljen vele, hisz nagyon fontos mindegyikünk számára, hogy milyen lesz Európa jövője, milyen lesz Magyarország jövője.